A 2012 óta hagyományá vált ételosztás november 27-én folytatódott a polgármesteri hivatal melletti területen. A segítségnyújtási akcióban a korábbi évekhez hasonlóan Rákosmente önkormányzata, a Rákosmenti Adományház Egyesület, a Magyar Vöröskereszt 17. kerületi szervezete, valamint a helyi civil és egyházi szervezetek vesznek részt. Ez alkalommal dr. Bakos András alpolgármester és Szabó Tiborné önkormányzati képviselő osztott előre csomagolt készételt a rászorulóknak. Tovább folytatódott a Rákosmente önkormányzatának, az Adományház Egyesületnek, valamint a Magyar Vöröskereszt 17. kerületi szervezetének égisze alatt megvalósuló ételosztási akció a polgármesteri hivatal épülete melletti területen. A 9. alkalommal megszervezett esemény célja, hogy minden héten meleg ételt biztosítsanak a hátrányos helyzetű családok, illetve az egyedül élő, kisjövedelmű nyugdíjasok számára. A fennálló járványhelyzet miatt ezúttal is megváltozott körülmények között került sor az adagok kiporciózására, melyben ezen a napon dr. Bakos András alpolgármester segítkezett. Mint elmondta, kiemelten fontos, hogy a dobozok kiosztása közben is valamennyi előírást betartsanak. Nem szabad hozzáérni az ételekhez, sokkal fontosabb betartani az egészségügyi előírásokat, mint korábban bármikor is elképzeltük volna. Ezért minden étel, mind a kenyereket, mind a most éppen babgulyást kapnak a rászorulók, nagyon finom, tehát hogy őszintén fogalmazzak, nekem is ízlet, tehát babgulyást kapnak, azt is lezárt csomagolásba adjuk át. Ugye mindenkin kesztyű, maszk van, a sorban neoknak be kell tartani a másfél méteres távolságot, úgyhogy vigyázzunk, hogy nehogy valaki, miközben próbálunk vele jót tenni, elkapja azt a vírust, amiből esetleg nem tud felépülni. Az alpolgármester hozzátette, ebben a rendkívüli helyzetben még nagyobb jelentősége van az elesettek támogatásának, ezért is szükséges az, hogy ezen körülmények között is legyenek ilyen segítő szándékú kezdeményezések. Én úgy gondolom, hogy az, hogy ne hagyjuk az elesetteket még lejjebb csúszni, próbáljuk valamilyen módon támogatni őket. Nyilván mint önkormányzat ezt részben az ételosztással, részben a szociális segélyekkel, részben a szociális bérlakásainkkal tudjuk elősegíteni, de mindenki a saját életébe tehet egy olyat, hogy egy rászorulón valamilyen módon segít. Akár hozzájárul valamelyik segélyszervezet vagy a Vöröskereszt munkájához, akár egyházon keresztül, akár csak a kevésbé jómódú szomszédját segíti azzal, hogy esetleg meghívja egy ülőbédre. Alkalmanként mindegy 150 adag étel kerül kiosztásra, ezúttal pedig babgulyás várta a rászorulókat, akik jegy felmutatásának ellenében vehetik át a csomagokat. Az érintettekről a listát egy előzetes felmérés alapján állította össze a helyhatóság. A fennmaradó mennyiség sem vész kárba, azt a szervezők a menet közben érkezők között osztják szét. Lambert Krisztina, a Rákosmenti Adományház Egyesület vezetőségi tagjaként a kezdetektől segítkezik az ételosztásban, így köszönettel gondol minden közreműködő munkájára, továbbá hálás a vállalkozásoktól érkező felajánlásokért. Pillanatnyilag ugye az adományház zárva tart, bizonytalan ideig a rengeteg nyugdíjas segítőink miatt nagyon féltjük őket, de ezt az ételosztást, ezt ugye tradícióvá vált, és megpróbáltuk a pillanatnyi járványhelyzetre való tekintettel is megoldani, és hál' Istennek jönnek is, és van is rá igény, és annyira jó, és talán az legeslegelső olyan ételosztás, ahol nincs problémánk anyagilag, mert a kerületi vállalkozók és a kerületi egyházak olyan támogatást nyújtottak, hogy március végéig szinte ki tudjuk tolni az ételosztást. A karitatív akcióra legközelebb december 4-én pénteken délután 13 órától kerül majd sor a megszokott helyszínen, azaz a Városháza előtti területen.